alakulat felállítása, rendszerbe integrálása mindig kihívás jelent. Hát még olyan körülmények között, mikor a szervezeti rendszer, a szabályozók nagy része is átalakulóban van, újjáfogalmazódik, új születik. Kijelenthetem, hogy parancsnokuk egy jó mentalitású, tenni akaró ezredet vesz át. Több fórumon elhangzott, hogy a Magyar Honvédség történelmi lehetőség előtt áll. Mindannyiuk által ismert a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program célkitűzései, aminek megvalósulásával valóban egy korszerű, a kor követelményeinek megfelelő haderő kialakítására nyílik lehetőség. Ennek a kialakuló új haderőnek a 24-es felderítő ezred szerves része. Az év végéig beérkeznek az új elektronikai hadviselési eszközök, a jövő év elején, illetve közepén várható az IRIS rendszer, a UAV eszközök, a felderítő megfigyelő műszerek beérkezése. Az ezred előtt álló feladatokról sok mindent el lehet mondani, egyet azonban nem, hogy önök unatkozni fognak. Végezetül megköszönöm hadielezredes úrnak megbízott parancsnokként végzett lelkiismertes munkáját. Alezredes úr a rá jellemző elánnal és jó értelembe vett makacsággal vezette az ezredet. Munkánkból adódóan kis csoportok egymásra épülő, a külső szemlélő számára érthetetlen, vagy nehezen megérthető rendszerben tevékenykedünk. Ez a rendszer nem engedheti meg hosszabb távon az oda nem illők jelenlétét. Az elmúlt időszakban mégis mintegy 100 fővel gyarapodtunk, amire ezredes úr szintén kitért beszédében. Ez azt bizonyítja, hogy jó úton haladunk, és sokan szeretnének csatlakozni hozzánk, ebbe a családba tartozni. Ennek oka többrétű. Nem állítom azt, hogy jobbak vagyunk, mint más alakulatok, de feladatrendszerünkből adódóan különbözünk. Kis csoportok előnye az, hogy egymásra jobban oda tudunk figyelni, támogatni tudjuk az újakat a felkészülésben, és esetlegesen kivetni az oda nem illőket. Csapatzászlót megőrzésre átveszem. január 2018-ában, de már a 2017-es évben is egy olyan előkészítő és kidolgozó munka vette kezdetét, amelyre már rég nem volt példa az alakulat történetében. Ennek következményeként 14 hónappal ezelőtt, 2018 áprilisában egy olyan kritikus időszakban adtam át a parancsnoki beosztást, és hagytam itt az ezredet, amely során az ezred kezdeti műveti képességének az elérése volt a fő cél. Azonban az élet közbeszólt, és ezen időszakban én már nem tudtam az ezred számára rendkívül fontos cél elérésében részt venni, de egy dologban biztos voltam, mind hadi alezredes úr, mind pedig az ezred teljes személyi állománya sikerrel fogja venni az előttük álló feladatokat. A mindennapi feladatok mellett a következő elérendő cél a teljes műveti képesség elérése, az állomány bővítése, megtartása, valamint a kiképzettség növelése. Tudom, hogy a leterheltség miatt a célok elérése nem egyszerű feladat, de hiszem, hogy ezzel az állománnyal ez nem egy állam, hanem megvalósítható cél. Ezen felül továbbra is elvárom az állománytól, hogy öregbítsék a feldítő ezred hírnevét, növeljék elismertségét, nem csak a Magyar Honvédségen belül, hanem a civil társadalom körében is.